Hát, most még úgy nevezett Szlovákia. Volt ez másképp, remélem lesz is. Másképp. Nagyon rövid időn belül. A szuszogási elnézést, de... Így, hogy kicsit ilyen allergia kijött rajtam. Még több levegő kell a futkarászáshoz. Mi azért nem adjuk fel. Akinek hány ingére van a remegéstől, a képstabilizálást nem igazán tudja a kezem. Mint egy emlékmű. Magyar tengerészek emléké. Kikötő. Komárom monostori erőt kikötő. Nem tudom, hogy látjátok-e. És itt az erődrendszernek a külső felülete. Itt ért végig a végét az a várrendszer a Dunánál. Gyorsan itt beszaladok. Látjátok, hatalmas. Komoly erődítmény. És még itt lefelé a föld alatt is van, ha jól emlékszem, két emelet. És akkor látjátok, itt a föld, itt a fal, és mindkét oldalt lezárható pincerendszerrel, ilyen erődítmény rész, és mindkét oldalról lehetett lőni, látjátok. Tehát ott azért feketeség van most, de ott pincék vannak benne. Ott is. Lőrésekkel, ágyú helyekkel. Nagyon kemény. Galamb. Ő már be is rakta a fészket az egyik helyen. Ezt látjátok így, hogy mondtam, hogy itt van egy erőd, és utána itt jön az erőd a domb után. Ugye persze az valószínűleg nem volt itt cseréketele annak idején. És itt a belső udvar. Hatalmas nagy a belső tere is egyébként. Meg tudjátok interneten nézni, vannak róla fotók, videók, műholdas képen meg lehet nézni. Elég komoly. Átfutok a másik végére, aztán menni kell, mert idő van, és még reggelizni is kéne. 3 centi kolbászától, meg egy szeres kenyértől. Kimerülőben van a akupakkom. Meg ez a nyomlott allergia. Hát ez már ilyen új szerzemény. Mármint az ajtó. Jön egy uszály is közben. Mert muszáj, hogy uszály legyen. Itt ma minden játszik. Remélem elég lesz a tárhely. Mindenre is. Itt látjátok, így van. Erről mindjárt oda bemegyek, megnézem, meddig lehet. Elvenni, csak így megmutatom kívülről, hogy akkor itt biciklivel végig lehet járni. Aha, így. És akkor látjátok, ilyen meredek fal, ebbe is fut végig a alagút, pincerendszer, és akkor onnan is támadható az ellenség. Föntről meg egy hatalmas sziklafal, átugrani nem lehet, átlétrázni nem lehet. Tehát egy majdnem, hogy leküzdhetetlen akadály ez. Látjátok, mekkora hatalmas. Itt eltörtödök benne. Hogy így lássátok, hogy mekkora. De futok odáig, kíváncsi vagyok, megy-e ott tovább, hogy le van zárva. Ha itt föl lehet embászni, de szöges drót. Auschwitz 2. Látjátok, ott is a pincerendszerből a barlang. Hát ezt a szöges drótot azért fel lehet küzdeni, pulóvert ráhajítani. Két ember itt azért föl tud menni, mert ez olyan 2,40-2,50 magassága. Föl lehet mászni ott a sarokba a falnál.
Nagyon lefajna. Kesztyű, pulcsi. És látjátok, itt tart ma Magyarország. Ide csesszük a szemetet. Egy múzeális értékné. Ide, kihajítjuk. Jó, jó ez itt, hagyj rohadjon. És drága pénzért szedjük a belépőt. Tehát. És egyébként nagy része már be se járható, akkor én nem tudom, 2 órát kújtorogtunk itt a fényterendszerbe zseblámpákkal. Nem voltunk talán 10, mert ugye úgy volt, hogyha összegyűlik egy kis csoport, pont úgy érkeztünk akkor, hogy gyerekként, hogy 3-an voltunk, és pont utánunk érkezett egy 6-8 fő, akinek meg volt beszélve a szállatvezetés, és akkor végigmutogatta az őr nekik, és akkor csatlakozhattunk mi is hozzájuk. Mert egy-két gyerekért azért nem szaladgáltak be akkor se. De nagyon jól elmondott mindent az akkori biztonsági őr, aki beengedett minket. Rengeteg történelmi dologba felkészült voltam, mint egy rendes túravezető, tárlatvezető. Na, az uszály az már elhagyott minket, de azért megmutatom a hajókedvelőknek. Ha már Duna mellett is vagyunk, látjátok, egy hatalmas mondtatmányvagy szerelvény. Jókora rakodógéppel, ezt a nagy lánctalpas rakodót én is elfogadnám, valószínűleg valami komacsú, meg egy ilyen drótköteles kotró, ilyen dobókotró. Amit én tudok róla, hogy az állítólag 25 méter mélységbe is le tud engedni a drótkötelet, és 25 méter mélyet is tud katolni. Majd ég a drótkötele leír. Hát ilyen régi dologról hallottam, ezek lehet, hogy már sokkal modernebbek és még nagyobbat is tudnak katolni. Még egyszer az uszály innen Csisszába. Komáromi erőd mérete. Belógtam így hátulról. De szerintem úgy látszik, ez ingyenes. Tehát aki erre jár, annak érdemes itt eljönni hátulról. Nem akar érte fizetni, meg várni, meg akármi, akkor ide eljön hátulról. És hátulról mellett a betámadja komáromi erődöt. Nagy a lényeg, az látszódik, hogy itt mik voltak. Mik történtek, meg hogy hogyan is néz ez ki. Látjátok, hatalmas a felhúz képest is. És ugye ez rendben volt tartva, biztos, hogy ki volt alakítva. Még más csapdák, meg egyéb akkori harci akadályok, hogy ez ne lehessen csak olyan könnyen megközelíteni. De hát ide vissza lehetett volna vonulni, hogyha bármi is van. Elég komoly helyőrséget képezett ez a rész. Főleg, ha 4 rész össze volt kötve föld alatt. Ja, azt el is felejtettem mondani, a Pinte rendszerbe. Egy csillekocsi rendszer ki volt építve. Tehát csinálni ilyen csillékbe végig lehetett vinni a dolgokat körbe az egész erődbe. Hát ez egy kis ilyen komoly. Itt is valami parkoló van. Itt meg mintha látnék valami bejárót. Mindjárt megnézzük, hogy mi ez itt. Nem ez már valami új építésű beton marhaság. Azt hittem, hogy itt van valami kis kapu, ahova ki lehet jönni a pincerendszerből. De nagy valószínűsége van. Tehát innen azért a harckocsi még látszódik. Az autóhoz képest, hogy milyen pici, azt majd még megmutatom, mert jól néz ki. Na, biztos szaladok. Az ezzel remegyen az idő. Ha nem akart sétálni, futkosni, ő itt maradt.
majd a videón megnézi. És azt akartam mondani, hogy az autóhoz képest mekkora a harckocsi. Innen már lehet, hogy látjátok. Nagyon durva. Életnagyságra. Hatalmas egy monstrum. Látjátok? Széles, borzalmas mi. Na, akkor innen búcsúzunk is. Mónikát megkérem, hogy forduljon meg, és ott visszafele fölveszel. Én csinálok egy videót a hajóról. Fordulj meg a kocsival, gyere oda ki. A hajó elé. Nézzétek el, de sietni kell. Én meg még nem vagyok olyan profi a Mónival, hogy alámondást csináljunk hozzá. Gondoltam, hát, hogy érdekel ez is valakit. Engem minden ilyen dolog érdekel. Meg mindig is érdekelt. Gyertek. Jókora méret. Ez van olyan 2 méter 20 centi magasan. Majdnem leír a földig az alján. Ez a mérbése. Azért egy jó méteres merülése volt ennek a hajónak. Na így néz ki. Most föl nem mászok, mert nincs rá idő. De majd lehet, hogy egyszer legközelebb. És akkor megcsinálom. Azt is. Hogy néz ki belülről. Látjátok, komoly felépítmény. Most már veszélyes, hogy ilyenkor jönnek a darazsak is elő. Tehát mindenki figyeljen, ha ilyen helyekre bebújkál. Elkezd sütni a nap, megindul a darásfészek, és hamar meglepnek az izzadságra.